Hermeci László két magánvádló és egyben saját magának a képviselőjeként van jelen. Miután minden tisztáztunk és mindenkit figyelmeztettem, még egy kérdés van hátra, mindenki megkapta a két magánvádat, tehát vádat példányt, mindenki kapott. Nem, de meg. De ilyet nem szeretek hallani az áldóteremben. Azt lehet mondani, hogy lemondok a tárgyalási időközről. Lemondok a tárgyalási időközről. Nem ragaszkodik hozzá többieknek, ha tudják, miről van szó, pótmagánvádat megkapták. Felkérem dr. Hermeci László pótmagánvádlót, hogy ismertesse a bírósághoz 2019. szeptember 21-én és 24-én benyújtott vádiratot. Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróság! Egyesítés folytán tűzte ki a tisztelt bíróság ezt a tárgyalásnak. Két vádindítvány is bejelentkezett a vádindítvánnyal kapcsolatosan. Az egyik vádindítványról az, hogy a bíróság álláspontja, miután nem volt, hogy gyanúsított két kivallgató, ezért megtudtatték Biszkai Gábor és társai ellen eljárást. Időközben akkor még legfelsőbb bíróság, ma már kórja állásfogadta, hogy ilyenek nem lehetett volna megszüntetni, tehát így már ez a része akkor fogyottá vált. Bocsánat, melyik része a bíróság? Hamisváros. Ja, a bejelentésben hallgató szót a Liszkai Gábor és társai a különböző célpontadásokban kohort bizonyítékokat juttattak a hatóságnak a közvélemény tudomására, arról, hogy van, hogy én kicsekményt követtem el a kívságírókség elmére, vagy legalábbis valamilyen részem volt a őségelmét elkövető kicsekménynek a kiterelésével, elkészítésével. Ami változik az eredetileg benyújtott fogmagánváthoz képest, az az, hogy azt mondhatom nyugodtan, hogy most már jogerősítélet állapítja meg, hogy az emberek végigkorozták az egész országot az eszeményemmel kapcsolatosan. Alaptalanul rágalmaztak, jogerős ítélet van arra, amikor rágalmazásért feljelentettek, hogy én a valóságot mondtam, tehát nem követtem el az őségeimtől semmilyen bűncselekményt. Az, hogy én állok itt ügyészként, az a magyar ügyészségnek a szégyene, meg a magyar jogállamiságnak a nagyon nagy kérdése. Ugyanis nem nekem kellene ezt a vádat képviselni, azt gondolom, hanem a vádhatóságnak, amit ezek az emberek elkövettek velem kapcsolatosan 2008. augusztusától kezdődően. Most ismertetem majd részletesen azt a pótmagánvádat. Hogy az eredeti pótmagánvádnál maradjunk. Nyilván. Igen. Tehát a Hit TV Célpont című műsor a 2008. augusztus 1. napján olyan műsort sugárzott, amelyben azt állította, hogy én, Hermeci László, szoci érdekkörök megnyitásából részt vettem két újságírók, nevezetesen Kisben Szabolcs és Krakó Ákos elleni olyan akcióban, amelynek az volt a célja, hogy az egyébként ártatlan újságírókat kábítószerrel visszaélés bűncselekményének alapos gyanújába keverve az újságírókat börtönbe juttassa. A Célpont című műsor különböző, manipulált, vágó felvételeket játszott be az adásban annak igazolására, hogy szoci érdekkörök, így Tóth Viktor, Veres János pénzügyminiszter kampányfőnöke, a Kabé család és Veres János az én közelműködésemmel akarta egy bűnöző, Barák Miklós segítségével az ártatlan újságírókat börtönbe jutatni. A Hit TV péntek esti adását természetesen másnap időzítve követték, a Célponthoz hasonló tartalommal a Magyar Hírlap, Magyar Nemzet és más, a Hír TV-hez közel álló sajtóorgánumok és internetes hírportálok. Én gyakorlatilag a rágalmazó tartalmat és álláspontot szerint bűncselekményt is megvalósító Célpont című műsort követően az engem megkérdező újságírókat arról tájékoztattam, hogy engem Barák Miklós keresett meg azzal, hogy a két újságíró rendszeres fogfogyasztó, és én az ügyben az illetékes hatóságokat értesítettem, a szükséges intézkedéseket megtettem. Én a Hír TV újságíróinak 2008. augusztus 1-i nyilatkozatából tudtam meg azt, hogy velük
szerint 2008. április 17-én vette fel a kapcsolatot Barát Miklós. Amikor én erről tudomást szereztem, azonnal tévéből tudtam meg egyébként, a Szabolcs-Szatmár Belegmegyei Főügyészségre mentem, mivel Nyíregyházán tartottam, és kértem lefoglalását annak a Nokia típusú rádió telefonnak, amelynek a memóriakártyán rögzítése került az én Barát Miklóssal történt 2008. május 15-i beszélgetése. Ez a felvétel kétségét kizáróan bizonyítja azt, hogy Barát Miklós keresett meg engem azzal, hogy a két újságíró rendszeres drogfogyasztó, és neki újságírók jelentős összeget tartoznak korábbi kábítószer szállítmányokból. Itt annyiban állnék megtisztelt bíróról, időközben jogerősítést állapítja meg, hogy az általam ekkor lefoglalni kért hangfelvétel vágatlan, manipulálatlan, szemben az összes képtége által a különböző felvételeket, amelyek sorban manipuláltak különböző célok érdekében. 2008. augusztus 1-i célpont című műsor bejátszás után augusztus 4-én. Az MTV napkötet című műsorában kértem a hírtévé munkatársát Rákóczi Pétert arra, hogy hallgasson meg a hangfelvételt, és győződjön meg arról, hogy valóságot állítanak. Ekkor még arra gondoltam, hogy Barát Miklós azért, hogy a hírtévétől pénzt szerezzen, becsapta a hírtévézetét és munkatársait, és az egész kábítószeres történetet Barát találta ki. Néhány napon belül kiderült azonban, hogy Barát Miklós valójában a hírtévé munkatársainak tudtával és beleegyezésével állította nekem a szoroklanot, hogy a hírtévés újságíró kábítószerfogyasztók és neki jelentős összeget adott. Az is elmondta Barát, hogy a hírtévé vezetői és munkatársai, sőt az általuk lefutamozott ügyvéd is megállapodott vele abban, hogy Veres János kampányfőnökével, Tóth Viktorral, Veres Jánossal és a környezetükkel folytatott beszélgetéseket Barát felveszi, és a hangfelvételként, információként Liszkai Gábor a hírtévé elnök vezérigazgatója 1.500.000 forintot ígért Barát Miklósnak a Magyar Nemzet Székházában úgy, hogy a hangfelvételi berendezést a hírtévé biztosította. Erről csak megjegyzem, hogy a közül körülbelül 1000 oldalas nyomozati anyagban a hangfelvétel van, ahol a Liszkai vezérigazgató közli, hogy benne vagyunk a másfél millában, és benyúl a zsebébe, és természetesen nem egészen áfás számolás módon leszámolja az azóta már átlódott bűnözőnek nevezett barátnak, akit egyébként életében akkor lát először, az 50.000 forintot azért, hogy kalóz felvételt. Ne beszélgessenek, másodszor figyelmeztetek. 2008. augusztus 1. napi célpont adását követően egészen a jelen pótmagámát előterjesztéseig az úgynevezett kábítószeres ügyben példátlan rágalom nagy állat folyik ellenem, Veres János korábbi pénzügyminiszter és korábbi kampányfőnöke Tóth Viktorral. Azt követően, hogy én tudomást szereztem a rágalmazásaitól, valamint meghallgattam ezt a műsort, haladéktalanul megtettem a büntető feljelentést, a nem csupán magánsítított jogosulatlan megsértése, hanem a személyes adatai, ahol visszaélés miatt is. Tehát az eredeti feljelentés elvi szólt, meg szó rágalmazásra, amit folytatólagosan követtek el, meg szól a hamis vádról, meg szól a tiszteletbíráság, hogy végig félrevezetik a hatóságot, végig. A más kérdés, hogy ez a hírtévésig csinálják ki Magyarországon, hogy ügyészség szerint nem cselekmény. Szerintem nem. A Barát Miklóssal folytatott beszélgetés során több bizonyítottak engem családtagjaim, ügyfeles, sportársa, gépkocsiban kiadósított telefonon, amelyet vágottak, megszereztek, különböző hangfelvételeket bejátszottak, felhasználták. Bizonyíthatóan az ügyvédjével van másikféle folytatott telefonbeszélgetést is bejátszottak úgy, mintha ezen az ügyhöz tartozó tényeket közöltek volna. A főügyészi állásponttól eltérően én ügyvédként egy ügyfél részére még tanácsadáskor tehát megbeszélés kapcsán is titoktartásra volt köteles. Én a nyomozóügyészségen tett nyilatkozatot egyébként igazolhatóan beszereztem a titoktartásról a felmentést Tóth Viktortól, Veres Jánostól és Barát Miklóstól is, és csak a hozzájárulásokat követően tettem valamást. A hírtévének a 2008. augusztus 1. napjától itt azért egy mondatra megállni.
az egyértelműen manipulálatlan felvétel. Egyértelműen manipulálatlan felvétel, még kiderül, hogy a legelső beszélgetésen közölte barátba, hogy a hatóságokat arról el van tájékoztatni fogok. Még ott is betartottam, ügyvédi valamit a még a manipulált felvételen is hallható, hogy közöltem barát Miklóssal. Még a nem manipulált, az egyetlen nem manipulált. És hallható, hogy én barát Miklóssal közöltem, hogy tájékoztatom a hatóság. A hírtévének a 2008. augusztus 1. napjától ezen Caritas-szörös ügyel kapcsolatos műsorai híradások anyagából megállapodhatóan számos olyan információt közöltek velem kapcsolatban, amit én semmi idejétési magánemberként nem kívánom, hogy nyilvánosságot. Televíziós bejátszások kampanyájából egyértelműen megállapodhatok, ezen túlmenően az is, a hírtévé általam ismertetetlen munkatársa, hogy a ügyvéd és a magántitkos sértő felvételeket a vádlottak tudtával és hozzájárulásával manipuláltak, utálták az ország nyilvánossága elé, hogy a hangfelvételeken érintett személyek hozzájárulását semmilyen formában nem kérték ki. Előtte tisztelt bíróság, egy telefon nem volt, hogy egyáltalán az én hangom hallatszik ezen a felvételeken. Fenti tényjárás alapján Léle 199. szakhozva alapján törvényes hatóanyagyadói pókolnámbárló képeket fel jelen pókolnámbárnak, hogy a tényes alapján Liszkai Rábor első rendű, Kordai második rendű, Szikszei Péter harmad rendű, Rávod László negyed rendű, Kisbeszél ötöd rendű, Krakó Átfokos hatod rendű, Rákóczi Péter heted rendű és Bosonczi Katalin nyolcad rendű vádlott ellen, és vádolom őket a BTK 178-ban nagyjából a parancsolatban meghatározott magánitok jogosultan megsértésének büntetével, amelynek álláspontom szerint a minősített esetét követték el, mellesleg folytatólagosan is ízeszedően. Az álláspontom szerint nem tettem, hogy ez van vártágyával, de a tényállásban megállapíthatóan megvalósították a sérelmemben a BTK 177-ben nagyjából a lakosságban meghatározott személyesebben történetben visszajelzést. A Helmeci László és tanúk és egyéb bizonyítékok és teljes mértékén igazolják és erősítik, hogy a sértett részében, már mint az egy részben, semmilyen bűncselekmény elkövetésére, kábítószer elhelyezése, újságíró kótyában történő felhívás, illetve megbízás nem történt. Hát azóta jogerősítélet megállapított, hogy nekem ehhez a kábítószer elhelyezéshez nem volt közel. Pont. Jogerősítélet. Egyéb bizonyíték. Jogerősítélet. Az egészet Kisberg Szaborcsa barát közösen találták. Itt ugye jogerősítélet. Felhívnám a figyelmüket, hogy ez itt egy tárgyalóterem. Valakinek valami tetszik, nem tetszik, azt folytsa magával. Vádlotti pozícióban ennyi önfegyelem különösen elvárható rendben utasítja első rendben. Igen, a jogerős ítélet állapítja meg azt is, hogy nagyon egyértelműen mindvégig együttműködtek a vádlottal, többször pénzt fizettek az információkért. Ez már egy perbeszédi megállapítás. Ügyvédőn azt kértem, hogy sorolja fel a bizonyítékot, hogy beírjuk, hogy jogerősítélet. Pontos lesz. Jön a következő. Bizonyság az, hogy a hangfelvételek például, tanúbizonyíték. De azért meg akarom mondani, hogy hol. Jó? Tehát, bőségzavarával küzdök. Azt mondja, hogy a budapesti nyomozőügyészségnek a nyom 1323 per 2008-os számú iratai bizonyítékot képeznek a 281. oldaltól
egészen a 616. oldalig. Itt számtalan... Nem látok a teljes nyomozati írat. Nem. Ezek az összes hangfelvételek. Leíratták, elég több százezer forintos költségen az ügyészségen. Le vannak írva. Ezek egyértelműen igazolják, hogy mi hangzott el, mire adnak megbízást teljesen illegális hangfelvételek beszerzésére, hogy pénzt adnak érte, elhangzanak, hogy mikor, kinek, mennyit fizetnek barátnak, stb. Tehát ezek a hangfelvételek egyértelműen igazolják azt, hogy jósoknak, hogy tanú bizonyítékok közé volt.